Szász András, a Zalaszám Informatika Kft. Ügyvezetője hangsúlyozta. A Zalaegerszegi Atlétikai Klub napi szinten több száz gyerek sportolását teszi lehetővé, mások mellett ezért tartják fontosnak az egyesület támogatását. A helyi kohéziós identitás megteremtése, valamint a társadalmi szerepvállalás szempontjai szerint mi úgy döntöttünk, hogy idén is támogatjuk az atlétikát. Az idei szerződés aláírás az a 20. alkalom, így ezt jubileumi alkalomnak tekintjük, és hát kívánom azt, hogy az elkövetkező 20 évben szintén képesek legyünk támogatni a helyi atlétikát. Bella Attila, az atlétikai klub ügyvezetője szerint egyedülálló a magyar atlétikában az ilyen hosszú távú támogatói együttműködés. Céljuk olyan ösztöndíjrendszer kialakítása, ami segíti az atléták helyben maradását. Megköszönte a névadó cég, valamint az önkormányzat idei emelt összegű támogatását, illetve Víg László országgyűlési képviselő lobby tevékenységét. Balaidz Zoltán polgármester a vállalat és a sportegyesület érdemeit méltatva bejelentette. A város idén 15 millió forinttal segíti a működésüket. A Zalaegerszegi Atlétikai Klub pedig most már hosszú ideje egy olyan sikeres sportszervezet, amely, hogyha az utánpótlás nevelést nézzük, akkor rengeteg olyan tehetséges fiatal ajándékozott meg bennünket, akik szép sikereket értek el. Ha pedig az egyéb versenysportban elért eredményeiket nézzük, akkor azt látjuk, hogy olimpikonokkal is gazdagodtunk a klubnak köszönhetően. Kozári Ágnes, Zalaegerszeg első olimpikonja, a Zalaszámzac elnöke terveikről is beszélt. Köszönet minden támogatónknak, egyébként sok szponzorunk van, hála Isten, de szeretnénk még többet, mert fő célunk egyébként, hogy a kisgyerekeket jobban bevonjuk az atlétika életbe, mivel az atlétika minden sportágnak szinte az alapja, és szeretnénk, hogyha minél több gyerek sportolna klubunkban. A sajtótájékoztatón kiemelték. Muszil Ágnes, az egyik legígéretesebb sportolójuk, múlt szombaton megszerezte élete első országos magyar bajnoki címét. Az ő sikere is bizonyíték a helyi atlétika magas színvonalára.